elfelejtett diadalok. Lajta mellék 1146. Sikeresen harcolt a németekkel, az oroszokkal és a bizánciakkal is. Elfeledett lovak királyunk II. Géza idején jelentek meg a johanniták hazánkban. Ő alapította a stefaniták rendjét, az egyetlen keresztes magyar lovagrendet, és igen aktív külpolitikát folytatott. Ezt bánhatták az osztrákok a Lajta melléki ütközetben. Mindössze 11 esztendős volt II. Géza király, amikor megkoronázták, és helyzete egyáltalán nem volt könnyű. A magyar királyságot harapófogóba szorító birodalmak épp felívelő korszakukat élték. Erőtől duzzadt Bizánc és a német-római birodalom is. Ráadásul a németekkel való békés viszony megerősítése is kútba esett. A császár fiát ugyan eljegyezték Géza nővérével, az eljegyzést végül felbontották. Zsófia hercegnő az admonti zárdában élte le hátra lévő éveit, onnan küldözgette levelei testvérének Gézának és édesanyjuknak, Ilonának. A magyarok viszonya ebben az időben a csehekkel is megromlott. Ott ugyanis a németek felé húzó II. Vladislav került trónra. Mindezeket tetézte Könyves Kálmán törvénytelen fiának, Borisnak a megjelenése, aki Jaszomirgot Henrik bajor herceg és osztrák őrgróf támogatásával toborzott zsoldos sereget, hogy azokkal megszerezze magának a magyar trónt. A határmenti kisebb villongások nem mondhatóak ritkának a korban. 1146-ban azonban a korábbiaknál jóval nagyobb létszámú seregek csaptak össze a Lajta mentén. Ennek több oka is volt. Egyrészt az említett elmaradt esküvő. Másrészt az, hogy Boris elfoglalta Pozsonyt. Igaz, azt rövidesen visszavette Géza. Harmadrészt pedig az, hogy Géza Henrikkel szemben egy másik német herceget, 6. Welfet támogatta a Bajorországért folyó küzdelemben. A felsorakozó magyar hadélén 2. Géza mellett ott volt nagybátyja Belosbán is, aki nemrég még gyámjaként segítette az ország irányítását. Az ütközet jelentősége abban áll, hogy egy jól felfegyverzett páncélos nyugati haddal szemben arattak diadalt a magyarok, akik a feljegyzések tanúsága szerint ebben a csatában vonultatták fel először nehéz lovasságukat. Természetesen ott voltak soraikban, és még hosszú évszázadokig ott voltak a székely és besenyő könnyű lovasok, de a Könyves Kálmán által néhány évtizeddel korábban elindított hadireform következtében immár nagy létszámú páncélozott lovak serege is volt a királynak. A hadimérkőzés elején a németek a magyarok fölé kerekedtek. Olyanok ők ugyanis, mint az eretnekek, kezdetben mindig heveskednek, végül is azonban meglankadnak. Ekkor a király úr anyai nagybátyja Belos, akit Bánnak neveztek, övéi ezre fölött állván dicsőségben a német csapatokra rontott. Keményen rajtuk ütött szemtől szembe, és nagy vérontást vitt véghez közöttük. A király válogatott vitézei is megtámadták az ellenséget. Nehéz lőn a csata a németeknek. Erejük semmivé foszlott. 7000-nél több harcos veszett kard élén, a megmaradottak pedig elfutottak. Megszabadította tehát az úr a magyarokat a manapon a kegyetlenül dühöngő sárkányok torkából. Annyira megtört itt a németek ereje, hogy azután még a határszélünkön lakó magyar parasztokat sem merték bántani, sem sérteni. A magyarok diadala óriási volt. A németeket egészen a Fisa folyóig üldözték. A győzelem fényét tovább emeli, hogy a II. Géza király mindössze 16 esztendős volt ekkor, és az ütközet előtt övezték fel, vagyis nyilvánították felnőtt lovaggá. Az ifjú uralkodó diadala pedig azt jelentette, hogy a magyar királyság megőrizte területi épségét és függetlenségét.